Az oldalára borulva állt meg ez a kis busz az M5-ös strádán. A járműben három kiskorú gyermek és öt felnőtt utazott Szeged felé, amikor a jármű vezetője valószínűleg elaludt. Az autópálya belső szalagkorlátjának ütközött, majd felborult és az árokba csapódott. A mikrobuszban vendégmunkások utaztak, akik Romániába tartottak. Úgy tudjuk, hogy a három gyerek és az öt felnőtt közül egy férfi sérült meg, akit a mentők a helyszínen elláttak. A műszaki mentés idejére lezárták az autópálya ezen szakaszát. A baleset pontos körülményeit a rendőrség még tovább vizsgálja.